Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, Szent Mise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljunk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. És add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Úrunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Úrunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú. Úrunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Ezt a szentmisét elhunyt Anna és elhunyt István szülők lelkiüdvért, valamint élő és elhunyt családtagokért ajánlom fel. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy ige hirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget,
a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment. Crescens Galiciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukás van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tihikuszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet Troászban hagytam Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamentekercseket. Alexander a bronzműve sokat átott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül, ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szentjeid, Uram Istenem, hirdetid nagyszerű országod dicsőségét. Szentjeid, Uram Istenem, hirdetik nagyszerű országod dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldjanak téged. Országod dicsőségét hirdessék, hatalmadról beszéljenek. Szentjeid, Uram Istenem, hirdetik nagyszerű országod dicsőségét. Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, nagyszerű országod dicsőségét. A te országod örökkévaló ország, uralmat tart nemzedékről nemzedékre. Szentjeid, Uram Istenem, hirdetik nagyszerű országod dicsőségét. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Én választottalak titeket, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt mondja a mi Urunk. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut, az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged. Általános, körülbelül általános iskola felső tagozatában, amikor a szent írásról tanul az ember, föl előjön ugye a négy evangélista, ugye Máté, Márk, Lukács és János, és úgy tanuljuk és úgy tanítjuk, hogy a Máté, Márk és Lukács úgynevezett szinoptikus evangélisták, tehát ilyen
összehangzó evangélistánk, míg János egy picit kilóg a sorból, ő sokkal a teológiaibb, sokkal a lelkibb oldalról közelíti meg Jézus életét. És fölmerül a kérdés, hogy rendben-rendben összhangzó, tehát szinoptikus a három evangélium, de akkor miért különbözik ennyire a három evangélium egymástól? És a mai ünnepen, Szent Lukácsnak az ünnepén, aki orvos volt, tehát maga korának egy igencsak művelt személye, és ugye úgy is kezdi az evangéliumát, hogy utána jártam pontosan, tiszteletre méltó Teofil, hogy mindent pontosan le tudjak neked írni, tehát már utal arra, hogy ő nem konkrétan Jézusnak a belső köréhez tartozott, hanem ő például Szent Pálnak volt egy tanítványa, és mindennek próbált utána járni. De mégis nem másodfülből hallott valami történeteket írogat le Szent Lukács, hanem egy nagyon-nagyon fontos dolog tartozik az ő írásához és az evangéliumokhoz, illetve a Szentírásban található minden könyvhöz, ez a tulajdonság pedig az úgynevezett sugalmazás. És érdemes a sugalmazáson egy picit elgondolkodni, mert mit is jelent a sugalmazott könyvnek a fogalma? Az Istentől sugalmazott könyv, melyet a Szent Író, a Szent Lélek által a tévedéstől megóvva ír le. Ez három tulajdonságot is tartalmaz. Az Istentől sugalmazva van. Tehát mondjuk azt, és azt kijelentjük, hogy az Istentől származik. A Szent Író, vagyis aki leírta, az a Szent Lélek által meg van óvva a tévedéstől, és ez egy nagyon sokáig tartó vitának volt a forrása, mert nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor a galamb képében a Szent Lélek rászállt a Szent Író vállára, és akkor súgta a fülébe. De hogyha ez így lenne, akkor igazából elegendő lenne egy evangélium, több nem is kéne, mert a Szent Lélek hibátlanul, tökéletesen belesúgta a Szent Író fülébe az igazságot. De akkor miért is van négy evangélium? Nagyon-nagyon egyszerű válasz, mert a Szent Író személye, tudása és háttér tapasztalata is benne van a könyvekben. Elég kinyitni az evangéliumokat. Szent Lukácsnak az evangéliumai nagyon-nagyon szépen és maga korának megfelelő orvosi tudással írja le a különböző betegségeket, amiket Jézus meggyógyít. Nagy például ugye az ördögtől megszállott fiúnál. Még a többi evangéliumnál csak annyit hallunk, hogy hát a fiú földhöz vágta magát, és ennyi volt. Addig Szent Lukács leírja, hogy földhöz vágta magát, rángatózott és habzott a szája is. Feltehetően epilepsziás volt ez a fiatalember. És pontosan emiatt fontos az, hogy különböző evangéliumok vannak, mert még inkább megismerjük Jézus tanítását különböző szemszögekből. Ugye zsidóságnak írt evangélium, a pogányságnak írt evangélium, a mély teológiai tartalommal bíró evangélium, és ez nem úgy nézett ki, amikor összeállította az Anya Szent Egyház a Szentírást, hogy jó, akkor ez kell, ez nem, ez nekünk megfelel ez a tartalom, ez nem tetszik ez a tartalom. Több feltétele is volt annak, hogy egy-egy könyv úgynevezett kanonizált, tehát a Szentírásban benne lévő könyvvé váljon. Például a kokáért feltétele az, hogy a hit tanításával összeegyeztethető-e? Vagy mióta használja egy adott közösség? Van-e benne tévtanítás? Ezek nagyon komoly kérdések voltak, és nem csak úgy lepottyant a Szentírás a mennyek országából, hanem ez komoly munkával sikerült összeállítani. De mindenképpen az egyik alapfeltétele, hogy sugalmazott könyv legyen, és emiatt a sugalmazás miatt mondhatjuk azt, hogy a Szentírás tanítása mindenfajta tévedéstől mentes, mert a Szentlélek megóvta a Szentírót ettől a fajta tévedéstől. Igen, feladat, ki kell bontani, meg kell érteni, meg kell vizsgálni, és legyünk őszinték, a Szentírás az, körülbelül a történelem során, amit a legtöbbféleképpen és a legtöbbször szétcincáltak, és elemezgettek jobbra és balra. A 2000 év alatt, mondom így, nem sikerült megcáfolni, ez azért jelent valamit. És igen, ismernünk kell, olvasnunk kell, és életté kell váltanunk a Szentírást. Mert ez az Istentől sugalmazott,
a tévedéstől megóvva, de mégis a Szentírónak a személyével feltöltve. Szent Lukács, aki evangélista volt, egy ilyen ajándékot hagyott ránk, mely az ő evangéliuma, és leírja Jézus életét, csodáit és megváltó művét. A mi feladatunk az, olvassuk és ismerjük meg a Szentírást. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Lukács és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívünkben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elleni csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Végül engedd el, Urunk, elhunyt Anna és István szülők, valamint elhunyt családtagok szerettein és más, majd mi is az apostolok boldog társaságában, és ők is ott örvendhessenek, valamint az élő családtagok kapják meg a számukra szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy a mi javunkra válik, megadod nekünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet fölajánlom. Örökös hűszolgálatra oltómig leláncolom. Szentelt ékes templomoddá, szent lelkem meghajlékává. Rendebb égi udvarodban engedelmes szolgáddá. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházára. Add meg, kérünk Istenünk, hogy mennyei ajándékaid erejéből szabad szívvel szolgáljunk neked. Legyenek ezek az adományok, melyeket Szent Lukács ünnepén eléd hozunk, hathatós oltalmunkra és dicsőségünkre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet,
most na a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kész és uralkodol mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Isten báránya. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk végét.
az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Beteg testvéreinkkel, akik nem tudnak jelen lenni a Szent Misén, imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom, dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom. Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál. Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, melyet oltárodról kaptunk, és erősítsen meg az evangélium hitében, amelyet Szent Lukács hirdetett Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Misa véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni téged.
rejtőző Istenség, hittel áldok, ki elrejtesztél itt most genyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Sebeit a mással nem szemlélhetem, te vagy mégis pallom, Uram Istenem. Hadd, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni felség, Isten és ember Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje mennyi és föld, Ura Istene, itt az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, s teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.